Híradó birtokába került egy levél, amelyben az áll, hogy az igazságügyi orvosszakértők 3 millió forintot kérnek egy kedvező szakvélemény elkészítéséért. A kézzel írt levelet a börtönből csempészték ki, és a végén Péter aláírás áll. Az ügyészség nyár óta vizsgál több orvosszakértői véleményt is, mert Tasnádi Péter börtönbüntetését egy kedvező diagnózis alapján csökkentették 2 évvel. Ez az a levél, ami szerint a szakértők 3 millió forintot kérnek. Az aláíró, Péter, azt kéri a levél címzetjétől, hogy a már korábban átadott 1 millió forinton kívül még további 2 milliót küldjön valakinek. A levél írója szerint a szabadsága, a megmenekülése függ a pénz átadásától. A fővárosi főügyészségen azt mondták, hogy a levélből náluk is van egy példány, egy szakértői véleménnyel kapcsolatos vesztegetési ügy aktáiban. Azt tudom megerősíteni, hogy a budapesti nyomozóügyészségnek rendelkezésére áll ez az okirat. Ennek a vizsgálata egyelőre folyamatban van, ennek részleteiről továbbiakat nem tudok jelenleg elmondani. A budapesti nyomozóügyészségen tavaly ősszel azután indult nyomozás egy orvosi szakvéleménnyel kapcsolatban, hogy Tasnádi Péter egyik korábbi jogerős büntetését agysorvadásra hivatkozva utólag 4,5 évről majdnem a felére csökkentették. Ez a betegség a cselekmények létrejöttét elősegítette, motivációs háttérként szolgált és gátolta a kritikai funkciók közbelépését. A vállalkozó ügyvédje, aki egy másik eljárásban képviseli Tasnádit, azt mondja, kizárt, hogy orvosszakértő pénzért állítson fel diagnózist. Olyan szakemberrel én még nem találkoztam a pályafutásom során, egy nem létező betegséget diagnosztizált volna csak azért, mert ettől valakinek jobb lesz vagy rosszabb lesz. Azt nem lehet tudni, hogy a levelet Tasnádi Péter írta-e. Az viszont tény, hogy a levélben a vállalkozó egyik hozzátartozójának keresztneve, illetve egyik ügyvédjének teljes neve is szerepel. Írásszakértő állapítja majd meg, hogy a levelet Tasnádi Péter írta-e. Arra a kérdése, hogy a levélben említett összeget orvosszakértők kapták-e, és ők ennek hatására állítottak-e fel Tasnádi Péter számára kedvező diagnózist, a nyomozás ad majd választ.